A járványügyi előírások miatt maszkban és védőruhában ült be a rendőrautóba az a férfi, aki a gyanú szerint internetes hirdetések útján csalt ki pénzt emberektől. A 29 éves csaló még tavaly decemberben kezdett koncertjegyeket árulni. Ezek persze nem létező belépők voltak, de a gyanútlan vásárlók ezt nem tudhatták. A férfi álnéven közzétett hirdetései több ember figyelmét is felkeltették, a jegyekért pedig előre fizettek. A járványhelyzet miatt aztán a csaló profilt váltott, bár nem koncertjegyeket, hanem szájmaszkokat és fertőtlenítőszereket kezdett árulni. Ezekért is előre elkérte a pénzt, az átutalt összegért cserébe azonban semmit sem küldött. A megalapozott gyanú 7 esetre vonatkozik, jelenleg 7 bűnügyben lehetett bizonyítani az elkövetését a bűncselekményeknek. Ez a 7 eset kisebb összegű kárra vonatkozott, valamikor szabálysértési értéket meg nem haladó kárösszegről beszéltünk, és van olyan eset is, ahol pár százezer forintos összegű kár keletkezett a sérteknél. A férfi már nem először került a rendőrség látóterébe. Jelenleg több büntető eljárás is folyamatban van ellene hasonló csalások elkövetése miatt. A szakemberek szerint megfelelő körültekintéssel elkerülhető, hogy valaki ilyen jellegű bűncselekmények áldozatává váljon. Mindenképpen a potenciális vevőknek élni kell a gyanúval, hogyha nagyobb összeget előre kérnek. Abban az esetben, hogyha a teljes vételárat előre kérik, hogyha esetleg más internetes fórumokon leellenőrzik azokat a honlapokat, ahol árukat próbálnak értékesíteni, ez mindenképpen segítheti azt, hogy ne váljanak áldozatává egy ilyen csalási bűncselekményeknek a vevők. A veszélyhelyzet a bíróságok eljárás rendjét is megváltoztatta, így a most elfogott csaló meghallgatása sem személyesen történt meg. 2020. március 31-től jogszabályi változás folytán lehetőség van arra a veszélyhelyzetre figyelemmel, hogy a bíróságok a tárgyalásaikat, illetve a letartóztatások kérdésében a bírósági üléseket távmeghallgatás útján bonyolítsák le. Ebben az esetben is erre került sor. A bűnügyi őrizetben lévő férfit online hallgatta ki a bíróság. A bíróság ülésén, a bírósági tárgyalóteremben megfelelő védekezéseket és a kötelező járványügyi szabályokat betartva az eljáró bíró, a jegyzőkönyvvezető, a védő és az ügyész vett részt, míg a bűnügyi őrizetben lévő gyanúsított a rendőrség ellenőrzése mellett online jelentkezett be a bíróság ülésére. A csaló egyébként akár 7 évre is a rácsok mögé kerülhet.